Ünnepi műsorral készültek a gyerekek a Bicsérdi Általános Iskolában. Az intézmény ugyanis megújult a Magyar Falu program keretében. A projektben 50 millió forintra lehetett pályázni, ebből 23 millió forintot nyert el a Baranyai Település iskolája. A beruházást pedig most hivatalosan is átadták. Részlegesen megújult a földszinti folyosó, illetve a közösségi tér, illetve a tornateremhez kapcsolódó öltözőhelységek, mosdóhelységek kerültek korszerűsítésre, illetve a villamos hálózat újult meg. A Magyar Falu programról azt kell tudni, hogy ez egy magyar kormányzati, tehát hazai finanszírozású forrás, és a tankerületünknél nagyon sok iskolánál ezt igénybe tudtuk venni. A térségben egyébként több iskola is megújult, szintén a Magyar Falu program keretében. Idén a Bicsérdi már a harmadik átadott fejlesztés. Nagy Csaba országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy ez a támogatás kiegészíti a többi olyan hazai és uniós forrást, amik az oktatási rendszer intézményeinek megújítására szolgálnak. Itt azonban nem érnek véget a beruházások. A Magyar Falu program folytatódik, a 2023-as költségvetésben is található forrás a tekintetben, hogy tudjon folytatódni az a sok-sok pályázati kérés, ami eddig már megvalósult, illetve megjelent. Nyilván a háborús helyzet szűkítette a forrásoknak a lehetséges nagyságát, de azt gondoljuk, hogy a program végigvitele az nagyon fontos a magyar vidék megtartása érdekében. A gyerekek immár szabadon használhatják a tornatermet, illetve a megújult öltözőket és a megszépült folyosót, közösségi teret is.